Átlagosan 45 egység vért vesznek le naponta, éves szinten pedig ez 1800 egységet jelent. Ennyi szükséges az országos igény ellátásához. 35 szakember dolgozik a területi vérellátóban, melyből 15 szerte az egész megyében minden nap vérvételi akciókat bonyolít le. Gyakorlatilag 12 órában veszik a vért, ennek köszönhetően tudnak a betegeken segíteni. Jelen pillanatban viszonylag jó készletünk van, mai napon minden igényt tudtunk teljesíteni, és remélem, hogy ez az elkövetkezendő napokban is így lesz. Nagy az ellátási terület is, folytatta dr. Tomek Ágnes. A karcagi Kátai kórházon kívül minden intézmény Szolnokhoz tartozik. Régen könnyebben meg tudtak felelni az igényeknek, egy-egy véradás során sokkal többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nagyipari cégek, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek jó és sok donort biztosítottak, támogatták a munkáltatók a véradást egyrészt azzal, hogy az időt rászánták, másrészt a vezetők szponzorálták úgymond a véradást azzal, hogy minden dolgozójuk, aki vért adott, külön ebédet kapott. Ma ez nagyon ritka. Elsősorban a lakossági véradásokból gyűjtik a vért. Reggel 8-tól 14 óráig várják a donorokat a Szolnok területi vérellátóba. 18-60 éves kor között lehet véradásra jelentkezni 3 havonta. Feltétel a minimum 50 kg-os testsúly. A véradással nem csak másokon, de saját magunkon is segíthetünk, hiszen így sok betegség idejében felfedezhető és kezelhető is.